Jó napot kívánok, Szabó Róbert vagyok, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkolitege Miklós Csillagászati Intézetének igazgatója, az Európai Ürügynökség Ariel nevű küldetésének magyar kópiája, azaz a Magyar Hardware és Tudományos Hozzájárulás koordinátora. Az Ariel űrtávcsövet 2020. novemberében fogadta be az ESA, és a tervek szerint 2029-ben fog indulni. Az Ariel egy különleges küldetés, melynek célja mintegy 1000 exobolygó, vagyis távoli csillagok körül keringő bolygó légkörének megfigyelése. A tervezett minta az ismert exobolygók széles skáláját felöleli, gázóriásoktól kezdve szuperföldeken át egészen földméretű bolygókig. Az Ariel főműszere egy közepes felbontású, hűtött infravörös spektrométer lesz, emellett fényességmérést is fog végezni, minden korábbi missziónál nagyobb időfelbontással. Az Ariel tranzit spektroszkópiával fogja vizsgálni az exobolygókat, azaz akkor rögzíti a spektrumot, amikor a bolygó látszólag éppen elhalad a csillag korongja előtt, és a műszer mérési tartománya pedig lefedi az összes főbb bolygó légköri gáz, így például a vízgőz, a széndioxid, a szénmonoxid és a metán hullámhosszát is. Ezek a mérések segíthetnek megérteni a bolygók és a légkörük kialakulásának korai szakaszait, és ha valaha életet fedezünk fel távoli égitesteken, az nagy valószínűséggel pontosan ehhez hasonló módszerekkel fog bekövetkezni. A magyar kutatók egyrészt részt vesznek majd ezekben a bolygó légkörű vizsgálatokban, másrészt egy másik magyar és azon belül a CFK Csillagászati Intézetében dolgozó kutatók specialitása a csillagok aktivitásának vizsgálata. Ezek a jelenségek, csillagfoltok, flerek, kitörések az Ariel fő célja szempontjából egyfajta zajként jelennek meg. Magyar kutatók többek között azon dolgoznak, hogy megbecsüljék, hogy az Ariel műszereivel mekkora flerek lesznek láthatók az egyes csillagokon, illetve ezek mekkora változásokat okozhatnak majd a mérésekben. Szintén a Csillagászati Intézet kutatói dolgoztak ki olyan eljárásokat és programokat, amikkel a megfigyelhető bolygófedések közötti holtidő kitölthető. Ezekben az üres időkben az Ariel olyan célpontokat tud mérni, ahol az infravörös spektroszkópiának nagy jelentősége van. Ilyenek például a barna törpék vagy a fiatal csillagok, elsősorban a körülöttük található és a bolygó keletkezés folyamatához köthető protoplanetáris és törmelékkorongok miatt. Ezek a megfigyelések a földfelszínről nehezen megvalósíthatók, viszont az Ariellel betekintést nyerhetnénk a fiatal csillagok körüli korongokban zajló komplex kémiai folyamatokba is. A fotometriai munkacsoport vezetésében az ELTE szombathelyi Gotthard Asztrofizikai Obszervatóriumának munkatársai is részt vesznek. Az exobolygók egyidejű fényességmérésével és színképi vizsgálatával olyan egzotikus jelenségek tanulmányozhatók, mint a bolygók forgása, körülöttük levő esetleges gyűrűk, bolygófelszín tükrözése súroló fényben, vagy a bolygók körüli holdak és bolygók párolgása. A kombinált megfigyelések segítségével tehát áttörő jellegű tudományos felfedezések várhatók. A magyar hozzájárulás része, hogy az Admatis Kft. Egy magyar csapat vezetőjeként az elkövetkező 6 évben az űrtávcsőre kerülő eszközöket és az Ariel építéséhez és földi logisztikai feladatokhoz szükséges berendezéseket fog leszállítani. Az űreszközbe beépül egy speciális radiátor, azaz egy hűtő, aminek az a funkciója, hogy a műhold belsejében levő kritikus eszközöket, jellemzően a detektor és az elektronikák hőmérsékletét nagyon pontosan szabályozza. A legfőbb műszaki kihívás, hogy ennek a radiátornak mínusz 220 Celsius fokon kell működnie, ráadásul vákumban és erős sugárzási környezetben. A Földön maradó eszközök között lesz 3 darab olyan szállító konténer, amikben az űrtávcsövet szállítják közúton Európa szerte, biztosítva a benne levő több 100 millió euró értékű műhold megfelelő hőmérsékletét és vibrációmentes környezetét tiszta szobai körülmények között. Valamint magyar hozzájárulás lesz még az angliai összeszereléshez használandó különböző szerelőkeretek, pozícionáló berendezések és állványok elkészítése is. Az Ariel építése tehát elkezdődött, időről időre hírt adunk majd a projekt előrehaladásáról, és remélem, hogy mindenki olyan izgatottan várja majd az indítást, és az izgalmasabbnál izgalmasabb tudományos eredményeket, mint én magam, magyar kollégáimmal együtt. Köszönöm a figyelmet!